Sziasztok! Ma a shoyu, a japán szójaszósz lesz az alapanyag, amit felhasználunk. Ezt is kínai eredetű, ahol van 3000 évvel ezelőtt is használták. Korabeli feljegyzésekből arra lehet következtetni, hogy a 7. században már a Szigetországban is ismerték. Japánba kerülése után tovább gondolták az eredeti receptúrát, finomítottak rajta, és a fermentálás során adtak hozzá gabonaféléket is, így egy umamiban gazdagabb, mélyebb ízvilágú szószt fejlesztettek ki. Az ember által érzékelt öt íz, az umamit is beleértve, harmonikus arányban oszlik el a japán szójaszószban, ezért nem csak főzéskor, de utóízesítéshez is bevethető, így egy igazán univerzális ételízesítő. Emellett nagyon egészséges, közel 10-szer több antioxidáns tartalmaz, mint a vörösbor. Úgy tartják, hogy segíti az emésztést, csökkenti az allergiás tüneteket és a vérnyomást, valamint a kutatások szerint egyes rákfajták megelőzésében is segíthet. Lássunk is neki a főzéshez! Bundás kenyér szójaszósz öntett el. Édes palacsinta szójás csokoládészósszal. Szójás pulykafasírt.
Szójaszószban pácolt camembert sajt.